Na, el fogom mondani, hogy miért szereti viszonyatosan a Blackmagic Pocket Cinemáját még most is 2018-ban. Ha nincsen csak Full HD-s igény, akkor tökéletesen megfelel a célnak. Igaz, hogy nem lehet belassított felvételeket csinálni vele, mert maximum 30 fps-sel tud videózni, de baromi jó a 13-as dinamika tartomány és a Super 16-os szenzor. És még valami, amit imádok benne, mondjuk mész így az utcán, így a furcsa járásoddal, belenyúlsz a zsebedbe, és benne van egy Super 16-os kamera. Egy Pancake Obi-val, amit már is használhatsz. Lehet, hogy leveszed róla a sapkát. Ha meg ugye marad a zsákban a hely, a hátizsákban, a sok akkumulátornak, mert zaválja az áramot. Általános hétköznapi körülmények között. Egyébként nagyon egyszerűen lehet sok mindent állítani rajta, van rajta focus peaking, illetve hát egy kicsit máshogy kell állítani a rekeszelést ezzel a kattingatós módszerrel, amint be kellett szokni azt, hogy a lejátszásnál nem bemegyünk a menübe, hanem itt a tetején lévő, mint egy rendes videokameránál, play gombot megnyomjuk, akkor átkapcsol a lejátszási üzemmódra, és akkor újból egy megnyomással már lehet is nézni, hogy valami történik rajta. Jobbra, illetve balra lehet navigálni egy-egy ilyen skippelő gomba, és akkor lehet rögtön nézni, hogy milyen videók vannak rajta.